Magyarországon örökzöld téma a hazai és külföldi cégek jelenléte. Ennek megfelelően az Opten külön adatkutatást készített, hogy hogyan változott a külföldi cég tulajok helyzete az elmúlt években Magyarországon. Arányaiban csökken a külföldi cégeknek a súlya, ami azt jelenti, hogy az elmúlt években történt némi elmozdulás a hazai cégek javára. Elsősorban arányokról beszélünk, tehát a külföldi érdekeltségű cégeknek a száma abszolút értékben nem változott, de a hazai cégeknek a darabszáma növekedett, így összességében a hazai cégek súlya növekedett a teljes sokasághoz képest. Az Opten adatai szerint ez a cirka 8%-nyi cégarány mintegy 760 ezer munkavállalónak ad munkát Magyarországon, ami a versenyszektor egy jelentős része. Szinte értelemszerű, hogy a nagyobb árbevételű cégekben felülreprezentáltak a külföldi érdekeltségek. Ennek függvényében is érdemes vizsgálni a cég szerkezetet. A teljes hazai cégbázisban körülbelül a cégek 8%-a az, aki közvetlenül érdekelt külföldi tulajdonos által. A 100 millió forint felettiek szegmensben már ilyen 15-16% körül van ez az arány, és az 1 milliárd forint felettieknél pedig 40% körül van. De mind a három szegmensben azt tapasztaltuk, hogy csökken a külföldi cégeknek az aránya. Érdekes módon a legnagyobb cégeknél, tehát az 1 milliárd forint árbevételű szegmensben csökkent a legjobban, ott ilyen 40%-ról ilyen körülbelül 37%-ra csökkent az elmúlt 5 évben ez az arány. A kutatás szerint a tradicionális kereskedelmi partnerországok, tehát a német, osztrák érdekeltségű cégek aránya csökkent leginkább, miközben ukrán vagy román cégek lettek jelentősebben jelen hazánkban. Az arányváltási folyamatnak jócskán vannak pozitív és negatív hatásai egyaránt. Általában ilyen stabilabb cégekként tekinthetünk a külföldi cégekre. Hogyha ezeknek a stabil cégeknek az aránya csökken, az nyilván az nem jó az amúgy is elaprózódott hazai cégstruktúrában. Ugyanakkor egy másik szemszögből nézzük, akkor ugye azt látjuk, hát mégis, hogy a hazai érdekeltségű cégeknek a jelentősége nő, akkor mondhatjuk úgy, hogy összességében, hogy a magyar gazdasági érdekek akár jobban is tudnak érvényesülni. Ugye ennek az egyik legtipikusabb példája, hogy az osztalék kivétel. Nyilván, hogyha egy külföldi tulajdonos osztalékot vesz ki a cégéből, az nagyobb eséllyel fekteti be újra külföldön, vagy költi el külföldön, míg egy hazai tulajdonos kör nagyobb valószínűséggel fekteti be azt újra Magyarországon.